Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade Warband keresztesek a dzsihadisták ellen végigjátszásomat, mert volt ugye már egy csávó, aki mondta, hogy ne úgy mondjam, hogy dzsihadosok, hanem dzsihadisták. Jó van, hát oké. Na mindegy. Mennyi katonám van? 175? Wow. Oké. Keressünk ellenséget. Az mi? Őrjárat. Vaddisznók. Zsiványok. Zsiványok. Annyi az egész, hogy a néppet, ugyebár a rodokokat nagyon legyengítettük. Így nem igazán tudok harcolni velük. Veluka ostrom alatt. Oh, hello. Na azért, hogy elnézem, van itt még komolyabb csapat. De nem támadnak rám. Vajon el tudom kapni a csávót? Nem hiszem, hogy bebagoljon és visszafele fusson. És elkapjuk akkor. Ja. Nem tudom elkapni, mivel túl gyorsan haladnak. Keressük már meg Delinárdot. Szerintem itt lesz. Itt a király. Oké. Hol van Delinárd? Kedjük... Ó, csatába mentek. Maras... Ó! Fogságban, Marasvárában. Na várjunk, Marasvár az... Itt van. Ez kié? A vegyirek elvették Tírt. Oké. Segítsünk be! Csatlakozunk a következő rohamhoz. Oké. Jó. Kicsit nehezebben tölt be. Ennyi emberünk van? Ja nem, a... Ez egy több... Ja, ott van, oké. Azt hittem, hogy csak ennyi emberünk van. Mi a fene? Ennyi embert kaptunk. Ott van egy bazi nagy kereszt. Ő a bizánci fireman. Irányítsuk az íjászokat. Jézusom! Mi a... Wow, ott valakik nagyon ölnek minket. Bizánci firemenek, mi? Hogy elnézem, veszélyesek ezek a bizánci köcsögök. Jaj, célba vettek.
kifogytam. Fenébe. Na de, srácok! Bakker! Vissza. Ezek amilyen hülyék nem, ezért nem próbálják kidönteni ezt a valamit. Jézusom! Éjjászok ide! Kevés íjászom van, de ez van. Célba vettek. Jaj, Jézus ereje. Nincs pajzsom. Vérveszteség miatt veszítem az életerőt. Oh, nem áll! Nem érem el. Ó, bakker, még jó, hogy ide jöttek.
Vannak még? Vannak bizony. Ó, elfáradt. Nem már, haver! Na, jó van! Már megint. Jaj, de már utálom ezt komolyan, hogy elfáradt. Na, tessék! Nem tudok meg se mozdulni. Na, nem már! Fel akarok mászni oda, mert ott van izé. Jézusom, menj már! Ez így nagyon szar. Na jó, ez az egész, ez így nem tetszik a játékban. Jaj! Itt nehéz felvenni. Mondom. Aj, haver, ne essél már, annyi szó, hát ijetetlen, te puha. Aj, na tessék, hát. Itt, ott van lőszer. Nekifutunk, és ez az. Gyerünk, vágjátok le őket! Ja! Ó, sajátomat lőttem, remek! A fenébe már. Te mind majdnem, hogy el nem találom csak. Wow, egész szépen levágnak minket. Jön az erősítés. Hol vannak az embereink? Gyertek már! Erre meg kiszorítanak minket! Na ez igen, ezt nem gondoltam volna. Thank you.
Oh, lelőttem a sajátomat! Szép! De nem hiszem el, srácok, nem bírok elkapni egy ellenséget. Kezdek kifogyni az életerőből. Oh, ja, ennyi. Há, fele, elfogyott az életerő. Na ja, ez nem volt így a legjobb. Mennyi ellenséget töltünk már meg? Azt hiszem ennyi az utolsó, nem? 285 már meghalt. Még van 23 emberük. 20. Ja, nem még kapnak erősítést. Amúgy ez egész rossz a játékban, hiszen a támadók azok, ha minden igaz, vagy háromszor, négyszer annyi embert kapnak, mint a védők. Mondjuk igaz, hogy a védőknek könnyebb. És a legelső csatában ugyebár úgy volt, hogy a védők csak 300 embert kaptak, 300 plusz valamennyi, a támadók meg több, mint 1000-et. Azért az... Lehet, hogy a támadók 1500-at kapnak, vagy nem tudom. Áttörtünk a falakon. Nem hiszem el! Jó, talán megnyerik a katonáink. Ám bár kétlem, mert ott még sokan vannak. Ó, meg még ott is vannak, jaj! Jó, hát ez most nem jött össze. Ja, levágják az embereinket. Na, ez ennyi volt. Ah. Fenébe. Pedig egész jól alakult. Na mindegy, újra megpróbáljuk. Ha elsőre nem megy, újra próbáljuk. Várjunk, mennyien vannak még? 500-an. Az nem sok. Hello. 23 foglyod van. Az nem sok. Na jó, csatlakozzunk a rohamhoz. Kevés az életerőm. Oh. Jaj, ne szíva... Na jó, ezzel kikészít most a játék engem. Ezzel az ilyen gyorsan kifáradós... Jaj, nem már. Jaj, nem már.
Jó, meg kell álljunk egy kicsit. Jó, mert a számszerű jelszóink leszedik az övéket. Ez ugyebár minden számszerű jelszt, amit lelövök, megmentek 10 ember életét. Mentem meg vele. De már az egész városvédelem a számszerű jelszokon múlik. A gyalogságnak csak annyi a dolga, hogy feltartsa az ellenséget. Ojoj! Sokan vannak. Ez fejes. Haver. Jó, az majdnem lelőtt. Várjunk, kitámadnak? Nem, csak páran kirontottak. Számszerű jászok ugyebár jönnek egy kicsit beljebb. Annak a csávónak hiányzik a lába. Jászokkal előre. Ez itt nem a legjobb hely. Ugye bár ott nagyon nagy célpont voltam. Hú, ezt lábon lőttem. Nem lőttök? Tetszik a számszerűnek a hangja, mikor lő.
Elég szépen gyilkoljuk őket. Mennyit veszítettek már? Ó, fenébe. Elborult valami. Veszítettek 129 embert. Na, az nem rossz. Hú, az meghalt. Vagyis nem halt meg, de jó nagy sebzést kapott. Nulla ponti sebzés. Ostrom számszeréjjal nulla ponti sebzést adtam. Gyerünk srácok, lőni kéne. Vajon mennyi az esély annak, hogy eltalálnak? Ódivatú mesterlövész. Oké, okay, kaptam egy achievementet. Kíváncsi vagyok, mennyi az esély annak, hogy eltalálnak, ha itt állok. Számszerű íjászok mellett. Melyik vett vajon célba engem? Nem találtok el. Rengeteg a mesterlövészük. Ezek a hülyék meg be vannak oda bugolva. Megyek, aztán lerombolom ezt, hogy be tudjanak jönni. Na! Így mindjárt jobb. Lőni kéne. Jaj, nulla ponnyi sebzést olyankor adok, mikor lövök és mellé megy, ugyebár és mivel tüzes nyilvesszőn van, így nem sebez meg senkit. Ugyebár írja a játék, hogy senkit nem sebeztem. Vagy hogyha pajzsot kapok el. Ja, valaki engem vett célba. Gyerünk, vágjátok le őket. Ha, mind esik el. Amúgy ennyi volt. Ja. Lenyomtuk őket. Ja, már megint az van, hogy áttörünk. Oké. Okay.
Na! Jaj, ne szívass már! Jaj, ne már! Várnom kell! Fenébe! Szép, megöltem a saját lovagomat, vagyis a szövetségest. Jó, ez most jó volt, most sikerült áttörni rajtuk. Oké. Okay. Jaj. Nem mennél rájuk? Bebagoltál. Vagy mégse. Ez az! Sikerült, ezt nem gondoltam volna, hogy meg lesz. Wow. Hú! És nem kaptam a foglyokból. Oké. Okay. Hát az nem jó, de... Mindegy, a lényeg az, hogy nyertünk. Tapasztalatot is szereztünk, meg várost. Meg mindent. Tizenkétezer. Hú, itt van 4000. Remek. Na ez... hát nem volt rossz. Ja, adjunk nekik. Nagyon csúnyán szétverjük a bizáncokat. Hol a csávó? A gróf az hol van? Ha nem, talán nincs is, már le van sérülve. Megvan, látom. Ah, fenébe kiütötték. Fenébe. Azt hittem, hogy már le volt sérülve, de nem. Kiütötte az egyik keresztes lovas. Ó! Oh! Oké. Okay. Ez csúnya volt.
Nem, bár simán levágják őket. A rodokok valahogy nyílt terepen nem jók. Azaz a bizáncok. Mivel inkább csak számszerű íjászaik vannak, amiket a lovasság könnyedén el tud intézni nyílt terepen. Nyílt terepen ugyebár a lovasság a számszerű íjászok ellen nagyon jó. Bakker, a csapataim úgy voltak beállítva, hogy engem kövessenek. Állj már meg! Fenébe! Hát, van veszteségem, de ugyebár a hírnév pontért megéri. Ugyebár minden veszteséget lehet pótolni. Ugyebár mindig kapunk hírnevet, és még több katonát tudunk felvenni. Plusz tapasztalatot is szerzek. Ja, ennyi volt. Mi ez? Hadd menjen. Na, úgy nem kaptam hírnevet, mert kiléptem véletlenül. Ami érdekes, mert nem írta ki azt, hogy kiléphetek. Ó, erre számítottam. Egy csomó jó cucc. Jaja. Igen, az amúgy szintet léptem. Fejlesztünk egy értelmet. Meg ezt. Nyilván több életerőt kapok vissza, miután vége a csatának. Plusz... mi az már? Plusz gyorsabban gyógyul a sereg. Hú, itt nagyon keveset ír a, az arany. Nem veszek lovagokat, mert céheket akarok alapítani. Várjunk, hol vannak céheim? Ciprus Dream Uskal. Alapítsunk egyet Celendrisben. Lássuk. Malom, mínusz 6 dénárt hozna, remek. Sör, 32, nem jó. Timárműhely, 319, oké. Okay. Minusz 184, olaj minusz 76, 6 dénár, hűha, 514, ez lesz a legjobb, ez minusz 60, és 136, ja, kéne még pár száz dénár. Semmilyen... És nem kapok 600 dénárt összesen. Na jó, keressünk valahonnan még némi pénzt. Próbáljuk eladni egy kicsit jobb áron az aranyat vagy a gemkövet. 2600, 1600, 2400... Mi a fene? Senkinek nincs pénze? Irány Drihim. Ezerhétszáz, 2600. Haj, bakker, de utálom ezt, mikor egyszerűen nincs pénzük a városoknak. Na végre.
Oké, vegyünk fel újoncokat is persze. Aztán irány vissza a városba, hogy megalapítsam a céhet. Ó, remek! Még kaptam izét, bevételt is. Hú, oké. Egész jól állunk. Na irány akkor Szelendrizbe. A bulgárok hadat hirdettek a pápai államnak. Az szép. Nem számít. Sirály! Mennyi pénzünk van még? 4000. Na, még kéne 6000, és akkor megint tudnák alapítani egy céhet. Nyilván Cipruson van, most van itt is. Sunnóba kéne, csak melyik gróffal is nem vagyok jóba. Mindegy, irány Haskova. Haskova? Az hol van? Ha? Haskova. Úgy gondoljuk, hogy az erődítmény megér ennyi erőfeszítést. Jalen. Jalen. Ja, Jalenhez mennek. Oké. Amúgy... Ja, néhol van Haskova. Oké. Amúgy Delinard grófhoz tartozik a Sunnó övé, szóval vele jóba kell legyek, és akkor tudok céhet alapítani a területén. Tudok venni bárányt. Tudok bárányjal, meg bikával utazni. Ó, baszki. Fekete bárányjal is lehet. Ó, te jó ég. Ó, ide is kéne egy ilyen 529-et adna. Ja. Hát majd lesz, csak nem most. Ó, itt egybe csaptak a ciprusiak és a kvarezmiánok. Nézzünk be Jelkalába. ...3600, remek. El tudom adni. Vegyek némi élelmet. Vegyünk viszkit? Még szép. Még szép, a katonáink mindent megérdemelnek. Nagyon jó harcolnak mostanában. Jalent ostrom alá is vették. Na ne basszad, hogy hajós csata. Wow. Ilyet se lehet látni minden nap. Hű az anyját! Jaj, nem már! Wow! Amúgy jó sok emberemet megölték ezek a bizánci firemenek. Ilyen robbanó gránátokkal. De ez hajós csata. Amúgy jó gyorsan levágtuk őket. Plusz, ahogy elnézem, a hajós csatákban egyszerre érkezik be az összes katona.
vagy nem, nem tudom, de hogy sokan voltunk egyszerre, az biztos. Csatlakozott hozzám. Hú, hát veszítettem pár embert. Vegyük fel ezt a pár zsoldos lovassági katonát, amúgy sem mi fizetjük a fenntartását. Szóval mindegy. És lett egy karavánmesterem. Én elküldöm. Nem lehet. Mi? Miért nem? Nem lehet elküldeni. Ez egyfajta hős akkor. Jó, hát lett egy hősöm. Mindegy. Hoppá! Erre kijött a köcsög, és a másik sereg is becsatlakozott mellette a harcba. Ezt a szívást. Nem jó, mert sokan vannak. Pozisyonunuzu koruyun! Pozisyonunuzu koruyun! Nekem kéne a gemkő. Hol a másik? Nem te vagy az, de... Ne bántsd a számszerű jászaimat. Hát te meg ott mit csinálsz fenn? Hát győzni azt nem fogunk. Ó, sok számszerű jászon, azt egyfolytában lelőnek minket. Pozisyonunuzu koruyun!
Jaj, ne szivass már! Sikerült megütnie. És veszítem az életerőt a fenébe. Ennyi az egész, hogy kevés életerő van mindig a csatákban. Lovasság vissza. Számszerű jászaimat küldjem pozícióra. Talán ezzel a sok számszerű jászsal még győzhetünk, nem? Veszítem az életerőt, basszus. Azzal a lovasaik elintéznek. A fene! Ó, hagynak menni! Vagyis... Wow! Sikerült ide érnem! Oké, itt megpihenhetünk. Na, várakozzunk egy kicsit. Hűha, csodálkozom, hogy nem követtek. Attól féltem, hogy követni fognak. Amúgy lerokkant a lovam, csak mondom. Fenébe, most akkor kell szerezzek egy új ilyen komoly lovat. Itt a király. Csodálkozom tényleg, hogy ezek nem kötnek békét. Nagy valószínűséggel most szétzúzzák a keresztesek a bizáncokat, az kész. Hó, várjunk, nekem nem kell, de jelente nem kell, bakker. Állok itt, mint egy idióta. Ez nekem valójában jelent... Oh, hello. Nekem jelente nem kell lennél a köcsögnél.
Na, így már mindjárt jobb. Befejeztem a küldetést. Remek. Ez hamar megvolt. Van 30 mesterlövészem. Nem azért, de ezt a város rengetegen védik. Több mint 1000 védő van. Ó, hello rabszolgák, vagy parasztok. Na de hogy? Valahogy el kéne kapni őket. Hova lettek? Oké, meg lesz. Remek! Ez az! Kapunk 2000 dénát plusz egy csomó katonát. Igaz, hogy szegény parasztokat, meg parasztnőket le kell mészároljuk, de hát ez van. Amúgy, de kapunk egy csomó pénzt, plusz van egy csomó fogjuk. Így, ja. Pozicionozzuk Orion! Jó, most már támadhatnak. Jó, levágták a fejét. Bakker, kár megölni ezeket a nőket. Nem már. Hát ez nem szép, de ez van. Jó, hát ez jó volt. Annyira nem, de megtettük. Shellyuk Guard, Veigir lovagok. Mi a fene? Hogy szereztek ezek ilyen katonákat? Vagyis foglyokat? Wow. Egész komoly foglyaik vannak. Plusz még 2000 dénár, remek. Na, ez nem is volt rossz. Újra full létszámban vagyunk. Érdemes volt elkapni őket. Almerra vár ostrom alatt. Jönnek a pápai csapatok. Ha várjunk. Ha vár a pápai államé, akkor... Mi a? Ezek... Várjunk, valamit nem értek. Ti ostrom alá vettétek a saját területeteket? Hiszen... Ezek itt pápai csapatok. És ostrom alá vették Almerrát, ami szintén a pápai állami. Ja nem, csak elmentek ki... De? Vagy nem? Ja nem, azt hittem tényleg, hogy bágos, de nem, mert valójában csak ide jöttek, aztán el is mennek.
Azért ennyire nem lehet bágos a játék, hogy ostrom alá vegyék a saját területéket. Shelljuk Horseman, mi? Shelljuk Spáhi. Na, győzni fognak? Bakker! Ti mi az eget kerestek itt? Oh, ne vár! Nem már! Jézus! Kaptam izét, gemet. Az szép szúrás volt. Hogy a fenébe kerültek ezek ide? Ne már! De adjatok már békén! Na, hát ez jó volt. Aj, a fenébe! Hát ezt jól megcsináltam. De annyi az egész basszus, olyan hülye szín van adva nekik, hogy nem is látod éjszaka őket, bakker. Ahogyan már. Hát ezt nem hiszem el. De ez a mód engem kezd kikészíteni idegileg, de csak azért, mert ugyebár úgy van megcsinálva, hogy a gép által irányított karakterek sokkal, de sokkal gyorsabbak még akkor is, hogyha sokkal több katonájuk van, mint neked. Hihetetlen. Ez így nem jó egyáltalán. Sikerült összeszedjek egy komoly csapatot erre, puff, vége, ennyi. Na mindegy, ez van. Sikerült ugyebár összeszedjek egy csapatot, és... utána elkapnak, elveszítem a csapatomat, és utána megint el kell költsem a pénzemet, mert ugyebár gyűjtöm a pénzt, hogy céheket tudjak alapítani, el kell költsem a pénzemet, még újra képzem a sereget. Szóval ugyanott vagyok, ahol a semmit osztogatják. Még a lovam is lerokkant. Köcsög. Ott a másik. Könnyű levágni a nemeseket.
Bízom a számszerű jelszaimba. Már csak ők vannak, meg újoncok. Remélem csak le tudnak lőni. Le tudják lőni az ellenséget. Megdobta a lovat. Köcsög. Inkább visszavonulunk. Hát ez így. Ez így nagyon rossz. Jó, ez alap, hogy utolér. 15 embert hátra vagyunk. Pápa és a Kán békét kötött. Nem, erre megtámadnának a zsiványok. Érdekes. Na jó, csak kell felvegyünk katonákat. Ezeket kinyírjuk, mert hát miért ne? Őrjárat. Most megint fel kell vegyek egy csomó újoncot, átképezni őket, felszerelni, ami sok pénz. És így tovább, és így tovább. Állj meg, te köcsög! Annyi az egész, hogy éjszaka volt, aztán nem is lehetett látni, hogy ott vannak. Most annyira nem is figyeltem, de... Na. Ez jó volt. Hangos volt a gyerek. Hát nem érem utol, az a baj. Veszek fel még pár izét, újoncot. Mások, ide kell valami küldi. 5 zsák. Jó, most akkor menjünk, még szerezzünk búzát. Oké. Termelnek a céhek. Wow, van egy csomó aranyam, meg gemköven, bakker, az szép. Hat van a négyel. Keményített sisak. Milyen izé feje van? 56. Megvehetném ezt amúgy, csak 5449 dénárat, az nem sok. Rozsdás jeruzsálemi sisak.
Királyi sisak. 62-vel, 64-gel. Egyelőre hagyjuk. Alkottunk egy céhet amúgy, van 10.000 dénárom. Aj, Delinard grófé, ez is, a fenébe. Köcsög. Kéne vegyek pár zsák búzát, mivel kell annak a falunak. Hát itt nincs. Jó, irány akkor Rejvadin. Talán ott van. Hát bár előbb nézzünk be ide. Még tudok felvenni pár újoncot. 113 újoncom van. Jó, mindegy. Nincs. Wow. Nincs gabona. Ja, igen, plusz kéne egy új ló. De ezek nem tetszenek. Gyenge a páncélzatuk. Nekem ilyen lovagi ló kéne. Na fene! Honnan? Hárman vannak csak? Három zsövány. És nincs gabona. Mi a fene? Ezt odaadom. Jó, megyünk tovább. Nézzünk el Sunnóba. Kvarezmiáni kereskedők. Én kifosztom őket. Na jó, most nem. Oké, hagyjuk. Na de azt hiszem, hogy zárom a videót, srácok. Ezek kik? Gergitek. Mongolok. Van egy zsák Na fenébe nem tudok beszélni. Van egy zsák gabona, na. Semmi jó cucc. 62 a négyel is, ez keresztes sisak. Oké, megvesszük. Wow, nagyon jó. Wow! 13-at véd. Oké, megvesszük. 34-et véd. Megvesszük. 20.000 dénárt kell fizessek. Nem igaz, mert még ő ad nekem. Jó, hát... Ez komoly felszerelés változtatás volt. Wow. Na jó, irány akkor Drihim. Talán ott lesz gabona. Hűha, ez durva volt. Van. Ó, nagyon sok gabona van, Sirály. Viszkit vegyünk? Olcsó a viszki. Vegyünk viszkit, hadd igyanak. Várjunk. Ha most leítatom őket, hogy fognak harcolni? Részegen.
Júj, 55 a 21-el, 54 a 21-el. Ez gyenge, nekem kéne legalább egy olyan testpáncél, ami több mint 60-at véd testre. Ja, addig nem is veszek másikat. Na jó, hova kellett? Balalliba, oké, irány akkor ide. Legalább egy olyan kell, ami több mint 60 pontot véd testre. Az egy igazi mizé lenne. Ó, füstölthal és tűhegyű pika, remek. Az egy igazi testpáncél lenne akkor, hogyha tudnák szerezni egy olyat. Amúgy egész gyorsan fejlesztem a katonákat, és ez tetszik. Ugyebár minél nagyobb szintű vagyok, annál gyorsabban tudom kiképezni az alacsonyabb szintű embereket. Karavánmesterem szintet lépett. Várjunk, de el tudom küldeni, nem? Nem. Nem tudom elküldeni a csávót. Ha. Nem lehet megszabadulni tőle, bár úgy meg lehet Na várjunk. Úgy se lehet megszabadulni vajon tőle, hogyha megdöglik? Vagy meghal? Értitek? Na jó, benézünk Ushrukba, és akkor a következő részben pedig kiképezzük a parasztokat. Valahogy ez a karavánmester nekem nem kell, mert hát ezt amúgy mondjuk jó lenne, hogyha kifejleszteném, ugyebár is felszerelném. Na de hát köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!